Asztapaszta. Érdekességek a Stegosaurusról. Tudtad, hogy a Stegosaurusok hátát csontlemezek borították? Ezekkel védte meg magát a ragadozóktól, és a testhőmérsékletét is szabályozhatta velük. A farka végén éles tüskék voltak, amelyeket szintén a védekezéshez használt. Szüksége is volt azokra a tüskékre és lemezekre, mert az első lábai rövidek, a hátsóak pedig hosszúak voltak, így alig, hanem igazán lassan tudott csak menekülni. Ma már nem élnek ilyen állatok, de ha elképzeljük, hogy melléjük állna egy ember, akkor az ember feje nagyjából a dínó marjáig érne. Ha pedig egy busz tennénk mellé, az nagyjából akkora lenne, mint a Stegosaurus. A feje viszont nagyon kicsike volt a testéhez képest, éppen csak akkora lehetett, mint például egy kecskéjé. A Stegosaurusok növényekkel táplálkoztak, de hiába voltak ilyen nagyok, valószínűleg az alacsonyabb növényeket legelték, amikor csak tehették. A legelés közben többen lehettek egymás közelében, vagyis csoportosan kerestek maguknak élelmet. Ha tetszett a videó, lájkolhatod. Ha pedig szívesen értesülnél az újabb videókról, kattints a videó alatti feliratkozás gombra.